Nem túlzok, ha azt mondom, hogy nincs olyan erdélyi ember, aki ne ismerni a Százcsávási cigányzenekart. Sőt, tovább megyek, és bizonyára a határon túl sem ismeretlen nevük a nagy közönség számára. Százcsávás zenekar, Százcsávás band, ki ahogy ismeri. László Barna Isteni kész című dokumentumfilmje 5 éven keresztül követi a zenekar életét, különösképpen 2 zenész mindennapjain keresztül. A rendező azonban nem csupán ez időtájt került közel a Százcsávásiakhoz, történetük messzebbre nyúlik vissza. A film több fesztivál programjában is szerepelt, így például a Krakkó Filmfesztiválon, München Dog Festen, Szebeni Astra Filmfesztiválon, a budapesti Árszakra és Nemzetközi Filmfesztiválon és a 23. Szarajevói Filmfesztiválon volt fejlesztve. Székelyudvarhelyen már láthatta a közönség, most az Alternatív Filmfesztivál keretében szombaton lesz megtekinthető a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Nem sokára maga a rendező mesél nekünk, de előbb nézzük meg a film előzeteséből egy kis részletet. They are extraordinary musicians. Fogadják szeretettel a világhírű Százcsávás Bandát. Százcsávásról érkeztek és meghódították a muzsikálni. De ha bírnál muzsikálni? Nem bírok. Köszöntöm tehát László Barnát, az Isteni kész című dokumentumfilm rendezőjét. Szia, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szia, Laura. Szombaton láthatjuk tehát az Alternatív Filmfesztivál keretén belül a filmet, amit az előbb bejátszottunk, és hát ez volt talán az első film, ami téged elmozdított a dokumentarista ábrázolás irányába, mert hogy ez idáig kis játékfilmjeiden keresztül ismerhettek, akik ismertek. Hogyan történt ez a szemléletváltás? Tehát mi mozdított téged e fele? Hát ugye tényleg inkább a fikció világába voltunk, mert a Szapiencián végeztem az egyetemet. Uh-huh. Ott amúgy már volt egy feladat, Lakatos Robi adott fel egy olyan, hogy fikciós dokfilmet készítsünk. Az amúgy nagyon jó sikerült, nagyon vicces történet lett, egy székely bácsinak a történetét meséltem el, még 2012-ben, ahogy találkozott a medvével, az a címe, hogy Takaró. Ez a mindig aktuális téma. Ez most már nagyon aktuális téma, és ott már kevertem a fikciós és a dokumentarista elemeket abban a filmben. Az nagyon jó tudott működni. Hát amúgy tényleg nagyon... Egyetem alatt inkább a fikció izgatott engem. Uh-huh. Nagyon szerettem ilyen különleges világokat létrehozni, ahhoz ugye díszletet, meg mindent kellett építeni, de talán túl el is mentem egy irányba, hogy túl ilyen... Van, hogy a határodat azt megmozgattad arra. Picit talán mesterséges volt. Uh-huh. Persze tudott működni ott is, tudtak működni a színészek, de az amúgy mindig is izgattak a dokumentumfilmek, és el is végeztem a Dunaverzitás mesterkurzust Budapesten, és ott még közelebb kerültem a dokumentumfilmekhez, és amúgy kerestem a témát is, hogy hogyan is készíthetnék egy dokumentumfilmet, mivel amúgy nagyon sok jó rendező először dokumentumfilmet készített, mivel ott meg tudja ismerni az embereket, amikor követed őket kamaráddal, akkor természetesek. Általában ez a legnagyobb problémája a játékfilmeknek, hogy sokszor nem hihető, ami történik. Dokumentumfilmben ez nagyon ritkán fordul elő, csak akkor, ha rendező nagyon megkomponál egy-egy jelenetet. De hát ugyanakkor hosszabb időt is tart egy forgatás, mert ami kijönnek ezek a természetes, vagy hogy leköveted, és hogy az megtörténjen, amire számítasz, eltöltesz egy kis időt, gondolom. Hát, így van. Természetesen attól is függ, hogy te most egy riport alapú dokumentumfilmet készítesz, vagy egy szituációs dokfilmet. Kettő között nagy a különbség. Viszont mivel én ugye filmes egyetemet is végeztem, emiatt számomra ez jelentett kihívást, hogy valakinek az életét kövessem, és ugye az van, hogy itt egy jelenetet egyszer tudsz felvenni, úgyhogy nagyon észnél kell lenni a szituációs dokumentumfilm forgatásakor. Viszont tényleg olyan erős jelenetek voltak, hogy azokat
nagyon nehéz megtapasztalni például a fikció világában, amikor tényleg mindent megírtok, meg elpróbáltok, meg ott is tényleg nagyon erős dolgok vannak, de itt valahogy az élet írja sokszor, és azt úgy felkészülsz rá, és akkor egyszer csak megtörténik a kamerád előtt, remélhetőleg a kamerád előtt, mert van olyan, hogy hát igen, nagyon résen kell lenni, és akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok energia jön a képernyőn keresztül hozzád, eljut az agyadig, lemegy a szívedig, és az már jó, ha a kicsit ott megsimogatja a szívedet, és persze remélhetőleg a vágószobában majd úgy döntünk, hogy bekerül a filmbe. Hogyha jó sikerül. Ha jó sikerül a jelenet. Igen. Igen. Mondtad, hogy kerested, tehát ugye azért kacérkodtál ezzel, hogy dokumentumfilm, de hogy a tematikát. Hogyan fogalmazódott meg benned, hogy akkor a Szász Csávási cigányzenekar lesz az a téma, amivel te foglalkozni fogsz? Azért említettem azt, hogy nem csupán 2015-ben kerültél te közel hozzájuk. Úgyhogy ez mikor történt? Szász Csávási bandát gyerekkorom óta ismerem, mivel a szüleim szervezik a székelyföldi tánctábort Felsősófalván minden évben, és én nem is tudom, hogy mikor ismertem meg őket, mert körülbelül 25 éves a tábor, és én minden évben ott voltam, és a Csávási zenekar is ott volt, úgyhogy valószínű már 1-2 éves koromban hallottam, hogy ők hogy játszanak, talán még nem is fogtam fel, hogy ők mekkora zenészek, de így felcseperedtem, közben tanultam tőlük zenélni is, és egyik táborban, amikor Csángálónak elkezdődött a betegsége, akkor történt ott egy különös incidens a színpadon, és ott az tényleg egy filmes jelenet volt, ami eljutott, ahogy meséltem, teljesen az agyamtól egészen a szívemig, és akkor éreztem azt, hogy hú, ez nagyon izgalmas ez a téma. És ebbe bele akarok vágni. Persze akkor nem tudtam, hogy ez 5 év lesz, vagy 4,5 év forgatás, meg nagyon sok vágás, meg egy csomó minden, de valahogy az embert, vagy engem olyan impulzus ért akkor, hogy ebbe belevágtam, és azóta se bántam meg. Természetesen hosszú út volt, és voltak nehézségek. Elképzelted egyféleképpen mondjuk a forgatókönyvet, hogy meddig fogsz majd forgatni, vagy volt egy ilyen célkitűzés, hogy na most ezt a filmet azért mondjuk 5 éven keresztül végül forgattad, de ez is volt a fejedben, hogy most tényleg... Hát azt jó, hogy nem tudtam amúgy előre. Aztán megmondják, hogy 5 évig kell ez forgatni. Ez olyan, mint a fogszabályzás, hogy azt mondják, hogy 1 év lesz, aztán 5 év lesz benne. Igen, lehet, hogy olyan. Az még nem volt nekem, de ez a dokfilm, ez tényleg, hát nem, szerencsére nem tudtam, hogy ez mennyi időt fog felvenni, mert úgy gondoltam, az első forgatási nap már nagyon izgalmas volt, és tényleg olyan jelenetet kaptam el, hogy már megvolt. Körülbelül 5 olyan jelenet kell egy filmben legyen, hogy jól működjön egy 70 perces film, amit tudod, úgy nagyon beviszi a nézőt. Nem engedi ki a moziteremből, vagy nem enged el, mint néző téged. Az első nap már egy olyan jelenetet vettem fel, és úgy éreztem, hogy hát talán még egy fél év, max. Egy év is meg lesz a film. Akkor ilyen nagy önbizalmat kaptál ott az első nap ettől. Igen, nagy önbizalmat kaptam, de nem volt fogalmam arról. Elvégeztem az egyetemet, persze volt egy egészséges önbizalmam filmkészítéssel kapcsolatosan, de na hát ez gyakorlatban lehet ezeket a dolgokat csak megtudni. Szerintem nagyon izgalmas témát kaptam meg, adta, nagyon Csángáló központú volt az elején. Igen, azt mondjuk el, tehát, hogy ugye 5 éven keresztül követed, de nem leszűkítetted egy picit, nem az egész zenekar történetét, persze benne van, de hogy kiemelten a zenekar brácsását, Mezei Ferenc Csángálót és a Prímás Jámbor István Dumnyezót ismerhetjük meg, ugye a kettejük történetét, és lehet, hogy jót is tett egyébként, hogy 5 év alatt több minden történik. Amennyivel nehezebb, nagyon, annyival jobb lehet. Nagyon kevés dolgok történtek az életben velük. Talán ez volt számukra is a legkeményebb 5 év, úgy gondolom, így a zenész, meg a zenész pályafutásuk során, de annyira érdekes csavarok történtek az ő történetükbe, az ők barátságukba, hogy az elképesztő, és ezért is örülök, mert igazából nem lehet felfogni, hogy ennek milyen értéke van, mert ugye ők az erdélyi cigány zene élet nagykövetei. Ők az utolsó nagy mohikának a zenész világban. Nem hiába mondtam, hogy nincs szerintem olyan, aki ne hallott volna. Igen. És pont az ők történetük, ez ugye lehetnek két más emberé is, mert nem azért forgattam Csángálóról, mert egy jó zenész, mert ugye sok jó zenész van amúgy is a világon, hanem egyszerűen izgalmas volt nagyon az a szituáció, amiben belekeveredett, és amúgy is nekem tetszett a karaktere, van egy picit olyan ilyen keresztapás, Marlon Brando-s karaktere Csángálóra, és amúgy jól néz ki a képen.
jó is néz ki a képen csángáló. És mit szerettél volna a kettejük történetén keresztül megmutatni? Tehát ott azért láttad az első évben, hogy merre fogod ezt kihegyezni, és ez hogy változott mondjuk 5 év alatt? Ugye nem szabad spoilerezni, mert még remélhetőleg sokan meg fogják nézni a filmet. Hát az elején leginkább azt szerettem volna, hogy lássuk, hogy csángáló mi fog történni, azt ugye nem tudtam. Azt szerettem volna, hogy csángáló meggyógyuljon valami csoda által, uh-huh. Többet ne remegjen a keze. Emellett meg ott van az unokája, Bálintka. Uh-huh. Úgy gondoltam a film elején, hogy ők ketten lesznek a főszereplői filmnek, és ugye ez az értékes hagyomány tovább adása az unoka fele. Ez engem izgatott, uh-huh. ugye, hogy fennmaradjon a népi kultúránk valamilyen szinten. Ez ugye egy kis szelete, vagyis kis szelete, de hogy arra gondoltam, hogy ez nagyon izgalmas. Akkor nem tud ez lenni, a szállett végül, benne van. Benne van, csak benne. Nem főszállett, uh-huh. hanem mellékszállett, ennél uh-huh. egy sokkal keményebb száll jött be. Mondom, a csángálónak és Dunyezónak a barátsága, az ő kapcsolatuk, nagyon, szerintem nagyon izgalmas, meg igazából a film végén egy olyan kép van, ami teljesen összefoglalja az egészet, mert ott a nézőknek a 80-90%-a elsírja magát. Annyira erős, és ez nem véletlen, én is, amikor azt a jelentet filmeztem, ez a film vége körülbelül, az utolsó nagyon ez komoly az, amit kép. Ne áruljunk el, igen. Ezt nem árulhatom, de ott én is azt éreztem, hogy hú, megvan a film. Akkor uh-huh. éreztem először, uh-huh. ez körülbelül három... A vágóasztalnál, vagy már ott a kamera mögött? Nem, ez helyszínen uh-huh. éreztem, hogy megvan a film. Ott egy picit el is érzékenyültem, az igazság, hogy azt éreztem, erre rég vártam. Igen, erre azért jelenetre. Kemény lehet, hogy belehelyezkedsz is, de hogy maradj egy picit így objektív is egy dokumentumfilm esetében. Igen, és ezt soha nem meséltem el még annál jelenetnél, nem tudom, mi volt a probléma, de az SD kártya, amit a kamerába betettem, folyamatosan állt meg. Pont annál jelenetni, és szerencsére azt a jelenetet, azt az utolsó jelenetet megnyomtam, és imádkoztam, Istenem, kérlek, ezt valahogy tudjam felvenni, ennél erősebb nem lesz. Ha megáll a felvétel, akkor dobhatjuk ki a kukába. És szerencsére pont annyit tudtam venni, amennyi kellett. Úgyhogy meg ugye ezt nem lehetett megismételni, és annyira erős volt az a jelenet, hogy végül szerencsém volt, de mondom, a technika szinte átvert. De hogy kell elképzeljünk egy ilyen 5 éven keresztül forgó filmforgatást? Tehát te hányszor kell a helyszínre menni? Vagy egyszer csak hívnak telefonon, hogy ma lesz egy különleges esemény, vagy te úgy elképzeled, érdeklődsz, hogy mennyi idődet emészti fel? Van olyan dokumentumfilm, ahol hívnak, de itt nem hívnak, itt nem olyanok, hogy hívjanak, hogy gyere, mert valami történt, hanem nagyon résen kell lenni. Mi is volt a kérdésednek az első feleme? Hát, hogy kell elképzeljük, mennyi időn keresztül kell te ott a helyszínen legyél, vagy hogy? Ez változó, mondom, úgy képzeld el, hogy a szülinapomkor is ott voltam, például a testvérem uh-huh. megkértem, hogy jöjjön el forgatni, velem, uh-huh. mert pont akkor érkezett a Heveder. Mi nézzétek meg, hogy mi van, gondolom. Nem, általában mindig tudtuk, hogy körülbelül mi fog történni, uh-huh. hogy nem, nagyon ritkán mentem úgy, hogy felkészületlenül, de akkor is volt egy célom. Uh-huh. Viszont például a szülinapomkor, akkor pont arra dátumra tették a Heveder banda meglátogatta Csángát, hogy győzzék meg arról, hogy milyen nagy lehetőségem van arra, hogy meggyógyuljon. Uh-huh. Ez nagyon fontos volt, és tudtam, hogy ez benne lesz a filmben, és benne is van. És igazából szinte lekéstem a saját szülnapi partimat, mert későn fejeztük be a forgatást, hogy épp odaértem. Uh-huh. Nem volt, hogy karácsonykor forgattam, volt közben, időközben volt szakadva keresztalagom, úgyis ki kellett menjek forgatásra. Tehát az 5 éven keresztül neked az életed egyik része ott zajlott, gyakorlatilag. Egy része ott zajlott, és úgy én valamilyen szinten ugye, az ő életükbe úgy beleélette is magad, valamilyen szinten egy részét képezik a te életednek. Uh-huh. Egy fajta kapcsolat ez is. Uh-huh. És nagyon sokat akkor gondolsz rájuk meg, hogy mi van velük, hogy akkor mi fog történni velük, uh-huh. és ez mondom egy ilyen nagyon bensőséges kapcsolat amúgy. Milyen környezetet ismerhetünk meg egy kicsit így, ha bár már ugye az előzetesben egy picit rá lehetett látni, de... Hát igen, ezt például a filmnek a nagykövete Sebestyén Márta is kiemelte, hogy ugye mennek, világot látnak, vagy világot, a világ látja őket, bocsánat. És tényleg nagyon, nagyon Amerikától érkezve Japánig ők mindenhol voltak. És akkor, miután hazaérnek, hát például Dunyezó egy kicsit ilyen putris környezetben lakik, Csángáló az elegánsabb helyen, de hogy ahhoz képest, hogy hol vannak, nagy a kontraszt. Ahhoz képest, hogy hova mennek, nagy a kontraszt, hogy hova érkeznek haza. Igen. Valamilyen szinten követtél úgy vannak ők turnét is, hogy... Követtél ilyen turnét is, hogy elmentél velük? Hát igen.
De mondom, nagy a kontraszt a között, még befejezve a gondolatomat, az, hogy mi van kint, milyen csillogás van, és amikor hazaérnek, akkor. Mivel talán kint nagyobb sztárok voltak, mint idehaza. De ebben nem vagy biztos, de sokszor sztárolták őket, igen. Hogy viszonyultak ők a megkeresésedre? Mert hogy bemutatni a saját életüket, felfedni, meg pont ezt, hogy a környezetüket akár? Ez nem volt szerencsére nagy kihívás számomra, hogy odaférkőzzek a közelségükbe, mert ahogy említettük az előbb, hát jó barátságot ápoltunk már a forgatás előtt is, és most ugye mivel elég sok bemutató van, így sokszor találkozunk Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron. Ott voltak, ott, ugye? Igen, és nekem nagyon fontos, hogy a bemutatókra elhívjuk őket, mert még szerencsére el tudnak jönni, és most kellene, úgy gondolom, még akinek eszébe jut, elhívja a filmet, és csinálj minél több bemutatót itt Erdélyben, mert szóval tényleg... Ez olyan élmény lehet, hogy... Akkor élmény a közönségnek is, hogy még olyan, komolyan mondom, nem volt, hogy ne álljanak fel a nézők, és tapsoljanak legalább 3-4 percet. Mikor látod tényleg ott a képernyőn, és utána meg élőben is bejön a zenekar, most itt az alternatívon is erre lehet számítani? Itt nem lesznek. Itt most nem lesznek az alternatívon, viszont attól jöjjenek el minél többen, mert egy jó beszélgetést azért el tudunk, szerintem egy jó beszélgetést tudunk összehozni. Igen, már ez is. De mondom, nekem például, ha hívják a filmet, ez az első kérésem, hogyha lehet, akkor a zenekart hívják el. Más élménye, és nem ugyanolyan, mint egy játékfilm után, hogy látjuk a szereplőket, akik eljátszották, hanem amikor ők megjelennek, és még akár egyet zenélnek is utána, hát azt nem lehet így leírni, ezt az élmény szerintem, amit akkor kapnak a nézők. Záró gondolatként, hogy mi számodra a legfontosabb visszajelzés eddig a filmmel kapcsolatban? Hát, persze jól esik az, hogy elég sok fesztiválra elhívták, most kaptunk is egy legjobb dokumentumfilmnek járó díjat az Országra Filmfesztiválon, meg ráadásul pénzt is valamennyit vele, de a legfontosabb, meg a többi fesztivált, amit említette, azok nagyon nagy fesztiválok, és most mondták például az Asztrán is, hogy több ezerből válogatták ki, és igazából mi voltunk az egyetlen film, ami a nemzetközi programban volt is, román-magyar koprodukció. Úgyhogy ezek nagyon jól esnek, ez a szakmai oda, de nekem valahogy ezek a bemutatók, ezek nagyon nagy élmények voltak Székelykeresztúron, és hát nem tudom, ott az a hazai környezetben nagyon erős volt, meg tényleg amikor kimentem a moziból, és láttam azokat az embereket, akik mennyire átélték ezt a történetet, akkor azt mondtam, hogy hát ez megérte. Tehát már maga az, hogy megszületett a film, és sikerült, így még a korona ellenére is, ugye, igen, mert ez viszontagságos lehetett, ez egy jó visszajelzés. Még egy csomó mindent tudnánk a filmről beszélni, remélem, hogy még lesz alkalmunk, mert tényleg vannak fontos dolgok ezzel kapcsolatban, de köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélhettünk ennyit róla, és majd megnézzük az alternatívon. Érte. Okay.